Nyolcadik perc a mérkőzésen. Hoppá, Kemenesről kipattan, és ott a vezetőgól. Miroslav Grumic. Kemenest alig, hanem megzavarta, hogy tőle másfél méterre felugrott egy pécsi játékos, és nem tudhatta, hogy ha akár egy hangyányit is, de megcsúsztatja a labdát, hát nem ért hozzá. Rossi próbál lelket tapsolni a csapatába, amely hátrányba kerül a nyolcadik percben. A szabadrúgást követően ez a zavaró mozdulat, Kemenes így csak üti, Koller zavarta meg, az üres kapuba pedig onnan már befejelte Grumic. A legutóbbi idegenbeli meccsen is jól ment neki, és most is gólt szerez.